parole, almeno niente. Nem mindegy, elő még az őszintja. Már most mondjuk így, aztán csináljuk. Amatőrködünk itt, sziasztok! Sziasztok! Csúrjuk a megrendelést, az ajándék megrendelés. Pop-up-ot. Pop-up-ot. Te gyújtod az ananászt, én meg a csolibászt? Csolibászt. Csolibászt, meg ananászt, ilyen pop-up-pop-up. Korból lesz. Korvalának a pop-up-kóját. Jaja. Meg a kolbászos majd ilyen lesz, mert a fehér pop-up. Oldoldó lesz tartósítóval. Pizzaszíró. Tartósító. Fogyékony tartósítóval. Úgy. Ebbe kotyolunk. Itt van a víz is kell. Ebbe a likvidet. Ja, itt vannak az aromák, mert egy kolbászos, meg ananászos lesz, vagy nem tudom, hogy majd hogy látszik, de valahogy majd látszik. Itt vannak a hűzésmérőkék, azaz. Ja, mert még lesz, még van egy kis betalinom, még egy kis éthajtfokozó, az ez is még bele. Úgyhogy kezdjük is. Jönnek a folyékony összetevők. Ennyi a csolbász. Itt a víz. Na, most amit a recept, de majd felegyünk, majd tudom. Ma nem tudom, hogy nekem mondom. Az 5 minise? Igen. Hogy mennyit csaptunk bele a múltkor. 10-et. 10-et a kukoricából. És ehhez kell 10 víz, mert ugye ezt a kukoricasirupot ezt feles arányba kell használni vízzel. Tehát 50%-ba, tehát amennyi ez, annyi víz kell, ugyanannyi víz kell hozzá. Úgyhogy ebből rakunk. 2x5-öt. 2x5-öt, így van. Ebből. Mert csak ekkora fecskendő van. Kicsi fecskendő van, jó. Valamit nézek már ennek is. Pulykatőtőt, vagy nem tudom mit. Mert az az igazság, hogy egy tesztgyúráson már túl vagyunk. Mutassál meg azokból a... Ez a panda. Ez pedig? Az meg a bow. A bow. Együtt. And a bow. Ez forever, másik meg. Az meg BCN. BCN. BCN narancs. Úgy így látszanak, jó. Ezek az első csalik, még próbában nem voltak, már nem is. Ja, még nincsenek próbában, mint tesztel, a vizet még nem láttak. Átláttak vizet, elég jól bomlanak. Nincsen víz. De amikor izéltük, akkor beleraktuk vízbe. Ja, de ez csak a pillanatra volt izélem, de az még nincsen meg, hogy mennyi idő alatt oldódik el. Elég furcsaságos ezt így, ezt a sűrű... ezt a sűrűt így kiszedegetni. De. Ez már picivel hígabb összetartósító, ebből meg 5 minit raktunk bele. Úgyhogy 10 mini kukorica, 10 mini víz, 5 mini tartósító plusz. Az aromák azok nagyon picikék lesznek benne, mert tömények. Olyan, mint a zselé. Olyan, mint a zseléja. Nagyon sűrű ez a kukorica. Mint a méz, olyan az állapot. Ja, mint a méz. Mint egyszer valaki így próbálkozik, minket így csináljuk, annál nekünk az bevált, tehát az oldódó
oldódó golyóknál beváltak ezek az arányok. Meg nem sokat gyúrunk egyszerre, tehát ez azért van így kikalkulálva, hogy nem sokat gyúrunk, mert ez egy ilyen maréknyi tészta lesz majd, amiből 80 gram? 80 gram tészta körülbelül annyi jön ki. Lassan szívja fel ezt a zétet. Szirupot, tényleg. Lehet, hogy majd azt is úgy csináljuk, hogy valamibe kiöntjük először, azt utána majd visszakalmazzuk a debbit, hogy nem tudom, hogy csináljuk. Valami ki kell találni, hogy abban beleférjünk. Azt mondja, hogy akkor ugyanannyi víz, igaz? 10 milli víz. Na, akkor megvan a... Víz meg a kukoricaszirup. Kukoricaszirup. Akkor ez megvan. Meg a víz kell, a tartósító. Ebből kell... 5. De lehet, hogy 5 mindig sok, nem tudom, hogy sok idő. De amikor rá, annyit tettünk be 5 mindig, szerintem. Ha inkább ne romoljon el, mint elromoljon. Hát nem tudom, hogy ebben mi romlana el, amikor minden mesterséges benne. Szerintem. Szintetikus minden úgy, hogy az aromák is szerintem, vagy nem tudom, hogy az aromák rossz. Mert kilóhoz kell olyan 20. Akkor szerintem 2 is elég eddig. 3. Megpróbáljuk 3-mal. 3 millit teszünk most bele az is, próbálunk. Így amatőrködünk. Megnézzük, hogy meg. Hogy fogja? 3 millit teszek be. Összekutyúljuk ezt a sűrű muttat. A vízzel meg a tartósítóval. Az a víz se kell már nekem. Kész. Lassan már szerintem felveszik a kesztyűt. De már az elején kellett. Na, jó, már ragadunk tőle. Mert ez tiszta ragad. És na. Akkor még kell bele a... A roma, meg még a... Kell betain. Még a betain bele, meg az arra. A betaint azt én csak így húrkó, csak így döttyingettem, csak a legyik így. Mert ebből sehol nincs meg azba, hogy ebből mennyi menjen. Mert ebből csak egy ilyen kupaknyi. Úgy. A kupaknak a belsejével mértem csak egy picit, és szerintem hát mennyi lehet ez is egy ilyen. Hát 2 milli, 3 milli, 0,2, 0,3 lehet körülbelül. Most akkor jön az aroma. És akkor jönnek az aromák, az enyémben kolbászos aroma lesz. Renyimbe ebből 0,5. Aromás. Ebből 0,5-öt kell. Most azt hol? Ja, a fél milli. Tehát a fél felett, ja. Nagyjából. Töljük a matériát. Nagyjából eltöljük, elmosuk a matériát. Úgy. Tisztára, mint valami vegyi művek. Mit? Kutyvasztunk, mint a vegyi művek.
aromából 0,5-öt. Tehát felett kell csak. Tehát még az egy se legyen benne, de hát még az aromát nem sajnáljuk különben az aromát, ha még több is még bele egy kicsit, úgyhogy legalább jó aromás lesz. Vagy egyet tegyünk bele? Hát nem rakok bele teljesen egyet, de ahogy sikerül. Úgy. Utána még így is. Ebből 5 milli kell a kilóba. 5 milli ebből a fajtában 5 milli kell kilóhoz. Tehát két zacskó ilyenhez kellene 5 milli. Rengeteg. Lassan elkészülünk így a kocsulással. És már csak a por van hátra, a popappor. Ez már szerintem nem kell, nem tudom, a kanál azt kell szerintem. Hát avval szedjük ki a popaport. Ja, avval mérjük télen egyébként. A kanállal. Mert hat erőkanállal mértünk ehhez a mennyiségű ügyhűség. Ez milyen jó ananászos. Mennyit sikerül beletenni? Majdnem egy milli van benne. Nem tudom, hogy van ilyen. Szárítva lesznek, mi oldódó, tehát nem tojással készülnek. Oldódó lesz. Azért van benne a szirup, ettől lesz oldódó. Na, én már szerintem én beleöntem ide a vötét. Így. És akkor elkezdjük mérni kanalanként a pop-up policskát. Úgy. Olyan, mint a kóbasz tettél. Ez a kóbászos, ez brutál lesz. Tényleg a csolibászos. Csolibász lesz tényleg. Az lesz a neve csolibász. Csolibász lesz a neve csolibász. Ja. És én fehér porral fogok dolgozni, plusz színezővel félúton megküldöm a három kanál után a színezővel. Úgyhogy már csak vaftetorokat lehet, de hát majd remélem, hogy lehet még kapni majd mizét. Későbbiekben, mert már annyira belelendülünk a izébe, lehessen már kapni. Ja, lehet venni a szívszímólósat is, csak az 200 gram, 6000 ton. Most ez kevesebb egy picivel, ez meg 250 grammos, ez meg 5000. Egy kanál, így elkezdjük dolgozni. Sárga brutálisan. Csak az még majd valamit még világosodik, hogyha szerintem majd ahogy. Az nem fog világosodni, mert olyan marad? Totálisan citromsárga szín. Hát ez a kolbászos már nem tudom, hogy sikerül, mert a színt azt igazán zsúl, nem tudom majd. Ezt majd hozzá kell adagolni. Belejött a második kanálpor. Szépen gyúrmázzuk, kezd már majd lassan össze, amit elvenni. Ilyen állagúra kell gyúrni, mint a plétótórnak. Mint a plétótórnak. Kell lennie majd. Ja, azt mondom, majd kézzel majd lehet majd gyúrmázni fejlőn. Ja. Csak mi most így villával küldjük. Így villával megküldjük egy rangyát. De amúgy ilyen szép, ilyen sejmes tésztáj neki, tehát ilyen. Ilyen. Olyan, mint a gipsz. Ilyen. Még most. Még ilyen szép sárga.
Tudja be, mire gondolok? Na, szép sárga. Így jön a harmadik. Az előzőné, a tesztné, tesztgyúrásnál 6 kanállal ment bele. Abból állt össze a 6 kanállal. Hát szerintem abból már rakjad adagoljad a színezőt, mert nem is nem kell eredni. Igen. Ezt a harmadiknál, ja, de már lehet, hogy a másiknál is róla is fognak beletenni, mert még akkor hígja volt, de jó lesz így a harmadiknál is. Mert még ez még nem olyan sűrű még ez. Na, itt tartunk idáig. Bele lett akkor a szín. Egy erőkanál színező lett, csapott erőkanál egy beletéve. Majd most tegyünk még bele a negyedik port, de éppen beszéljük, hogy nem fehér, nem fehér lesz belerakni, hanem beletéve, hanem a romcsárga. Úgyhogy elő is veszem a romcsárga. Megpróbáljuk abba, hogy abba mit csinálja lesz. Lehet, hogy nem. Egyet rakok bele ilyen. Kolbásznak, narancsárgás. Ilyen narancsárgás. Pirosos a színe. A kolbásznak nem olyan a színe. A kolbásznak inkább ilyen bordópirosnak kéne lenni. Én ezt ilyen rikítópirosnak akartam a múlt különben, de ilyen telt pirosnak akartam, hogy telt piros legyen, mint a kupaknak a teteje. Mikulásnak a sapkája. Vagy a Mikulásnak a sapkája, olyan pirosnak akartam én, de lehet, hogy még... Na mindegy, rakok bele egy... Egy narancsárgát, meglátjuk. Egy evőkát, tehát akkor 3 kanál fehér, és egy csapott. Narancsárga. Már lassan már gyurmázni kell kézzel, mert már lesz nem fogom tudni. Ez a csapot? Az, igen. Az hanyadik számolod? Ötödik. Ötödik kanal. Csak lehet, hogy már majd az neki jó lesz, mert az elejét púposan izéted. Kezd már darabosodni, skacok. Ez már kell térni. Ezért húztunk kesztyűt. Kesztyű kell, gyerekek, mert... Befogja a kezeteket, mint állat. Én nekem a... Egyrészt, igen. A körmölő matricák vannak, de a hópejhet átment tető lába. Hát nem tudom, hogy a narancsárgától mit változott ez. Szerintem jobb lett a színe. Gyerekek, elkezdjük így kézzel gyúrmázni, mert már most ilyen állagú, ilyen raki állagú. Hát gyúrma. Gyúrma. Olyan lesz, mint a Play-Doh gyúrma. Lesz, mint a Play-Doh gyúrmaja. Még a színe is olyan. Lehet, hogy nekem is az egy kanál festék miatt lehet, hogy elég az 5 kanál jövőben. Az 5 kanál por. Na, a festéktől is jó beitt a festék. Ezért kell mindig a mérce gyerekeknél, nem tudom, hogy jön ki a lépés. Szépen gyurmázok, amíg össze nem áll szép gyurmával, ilyen sima gyurmával fog összeállni. Ha ide itt azt nem sajnálom, hogy a szükség,
befogni. Azért mondta, hogy nincs csináljuk. Nincs itt a fenyőfa. Elváljuk majd szépen az edénytől. Na minden darabja itt van. Szó szerint olyan, mint a gyurma. A tészta. Ha meg tudom csinálni, akkor... Akkor mindenki. Akkor mindenki. Van egy nagy gyöngyösség különben, meg... Követitek a receptet. Így van, a receptet kövessétek, ez azért, hogy csinálom majd ez a videó. Követitek a receptet. YouTube-on. Ja. Nem lesz már a YouTube-on. Itt egy darabkád. Úgyhogy... Onnan lenéritek, már és hát ha már néritek, akkor már lássátok, vagy látjátok, ha már néritek, akkor már biztos, hogy látjátok a receptet, úgyhogy. Azaz, ha nem néztek a videót, akkor ott látjátok. Kiszakítottak az ujjtót. Hát, te tér már megint öblet. Nem tudom, te hogy csinálod ezt. Igen. Aha. Nem tudom. Ugyanannyi izé van benne. Ugyanannyi van, öt van ebbe is. Meg plusz az egy izé. Színezők. Nekem a színezővel van több, tehát... Ha nem raktam volna bele a színezőt, akkor belement volna a hat evőkön. Hát de abban meg csak az öt van. Abban meg csak az öt van. És hogy érzed, hogy az izé a... Megfog... Tehát meg fog állni. Én kérek akar. Látod? Mhm, mert akkor még egy picike kell. Egy nagyon picikével még... Egy nagyon picikével még sincs meg. Mert ragadni majd nem szabad neki ragadni. Szépen gyurmáltuk még, azt szerintem még a kesztyűrű is le fog ebben. Leszedik még a kesztyűrű is a matériát. Tehát ilyen nagyon ragadós ne legyen az ér, tehát ilyen ennyi. Hát, kicsit egy ére. Akkor végül is akkor elmondhatjuk, hogy a hattal csak benne van a hat csapottal. Csak jó számoltam én, hogy a hat csapott evőkön állja. Észre fogjátok venni. De észre lehet majd venni, persze, mert... Ez már alakul. Csak majd ennek fejbe tartom, hogy hogy raktam össze a preset is, mert... Ja, megnézem, visszanézem. Visszanézem a videót, az jó. Fejbe tartom, érted? Fejbe tartom a receptet, hogy miből mennyit tettem bele, mert... Elfelejtem, gatya lesz. Most érted a memóriaidat a telefonban, nem? Ja, vezetem a naplót, abba vezetem a naplót. Elkezdtem abba vezetni, már most nem kell a hagyományos. Gyerekek, egy hétig köröztem neki elnézni, kemény borítású füzetet, hogy a recepteket majd abba hívkáljuk. Na, most sütám, ha belőle vagy egy vagy két recept. Két recept van benne, ja, lesz is. Úgyhogy az újak meg már telefonnaplójában lesznek majd benne. Sajnő képpen mindennel jó szállva. Meg leírva. Meg hát ez fent lesz a YouTube-on az recept, úgyhogy. Mert ezt kérték különben azt, hogy legyen fent, hogy hogy csináltuk. Az előzőnél a teszt. Gyúrásnál kérték a receptet, hogy legyen videó róla, úgyhogy itt lesz majd a videó róla. Na, most már van akkor.
Ja. Gyanyja, majd akkor hozzájönni, belemegy a piros. Majd is. Hát ilyenkor már szerintem, hogy nem tudom, hogy ilyenkor fogja a kezdet. Ilyenkor már a kezdet se fogja szerintem, amikor már össze van az éva. Nem tudom, én nekem mondom, belerakadt a körmönbe, ezen tiszta lilás. Valamelyik hát de akkor nem kesztyűvel gyújtuk, hanem sima kézzel. Nem, én akkor is kezdtem, nem léptek kesztyűbe. Ezt most bele kéne tenni egy pici kétezébe, de szerintem már majd ezt gyúrjuk le fel a szalat. A cigéddel gyúrjuk, az enyémnek kellett volna egy zacsígyen. Ja, hozok egyet. Jó, na, akkor az jó, az is. Aha. Hát nézzem, hogy az vagy. Nem. Jó. Na, ennek ilyennek kell lenni. Olyan, mint egy Play-Doh gyurma. Olyannak kell lenni, mint egy Play-Doh gyurmának. Ezt szagoltad most? Nem. Azt a... Tére. Solibász. Hát, én nem tudom, ennek semmi annak illatom. Van annak. Érzni. Covid ide vagy oda. Nem tudom, hagyd csak olyan már meg a tére. Nem érzem a kolbászt, nem érzem. De ezért sem nagyon szerintem az egy millim mehetett volna bele. Hát így majdnem, hogy annyit raktam bele, hát. Gyújtunk még bele? Ne. Szerintem se. Se. A legközelebbibe. De szerintem annak elégnek kell lenni. Nem fog elfogyni. Világba se. Na, hozzá nekem zacskót, és akkor téret lehet rollizni. Tárca. Kis cuki rollerecske. Kis cuki 80 méteres rollerrel szétem majd mindjárt tisztában, már most lesz is levettem. Jó, lehet, hogy befogja majd a kezemet, de... Már most az annyira nem. Az erő hát meg addig be van zacskózva, mert ide, mert itt látva jövő, ezt látja csak el. Beled zacsiszva, mert kiszárad. Azt addig, hogy ne száradjon ki. Ezt meg elkezdjük. Nem mutassuk az első kört, hogy szoktuk. Hogy szoktuk? Ja, ebben szoktuk így. Itt vannak ilyen pereme. Itt vannak ilyen pereme, és akkor így szépen csinálunk egy... De összetolva. Micsoda hát? Ezzel együtt szoktuk. Köszönöm együtt. Így, hát ez én nem úgy szóval, mind a két részével lehet csinálni, ebből is, meg ezzel is. Így. Csak ez sokáig tart, úgyhogy majd... Na, csináltak, így közé vesszük így szépen, ebből megcsináljuk az adott méretet neki. Így. Szépen. Aztán ugyanúgy abból a részével levágunk a roller méretét. Úgy. Ahon vagyunk. Igaz? Úgyhogy lehet minicsolt bászolni, gyurmázni, tekerészni. Nagyjából így el, mit csináljuk, aztán közé vesszük, így. Így, rolli. Rolli. Aztán így. Én nem is jól csináltam, de jól csináltam. Így. Aztán is kattok el, amiért ez pont ide való. Így. Ezt ide rátesszük szerintem így. Igen. És elkezdjük így. Rolli, 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 rolli. Párszor. És ott vannak a szép csolibászok. Kis cukisangok, a kis gyöngyök.
úgyhogy ebből csinálunk. Leburigázzuk így szépen ezeket a papelleteket. Szép sorjába, ahogy esik. Csolibász. Csolibász. Tényleg az ragadó nevi. Csolibász. Ez csolibász papap lesz. Csolibász. Nekem durvább. Kolbász. Csolibász. Zsuzsó csolibász. Ugye? Átjönnek a... Miért? A másnak? Antika. Mi? Antika. 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 Nem tudom. Nem tudsz jó nevet kitalálni. Nem, annak is te találsz egy csoszon, de... Nem tudom mi. Ránézz, gyerekek, erre valaki azt jut, azt a szívbe róla, hogy panda. De itt lát csak az én. Na. Ránézz arra? Az panda, elneveztem pandának. Panda. Már amikor... Lila, gondol... Csali. Már amikor gondolkoztam rajta, hogy mi legyen a neve, rád gondoltam. Lila, Csali. Rájut. Panda. Panda. Amúgy meg olyan, mint a francia Zsuzsi. Igen. Simán így bekatnám, azt megelni. Hát lehet, hogy van benne valami. Úgy előre, ha van ennek is. Ja, és nem vesztik el az illatukat amúgy. Nem vesztik el az illatukat, hát remélem. A csolibász is azért szar, háromnak. Ugyanolyan illatuk marad. Ja. Na, lassan már a csolibász elkészül. Rájöttünk a dumbbellre is, igaz, hogy kell dumbbellt csinálni. Rájöttél. Én jöttem rá. Akkor ennyi a dicsőség. Igen. A dumbbell dicsőség, az ennyi mi? Egyszerű a dumbbell. És kaszok, figyeljétek. Nagyon egyszerű a dumbbell. Urkadurkákat játszol itt a nőkbe világolja. Nálod egyformán nagy széketet. Hurkagyurkákat rárakod, azt a hurkagyurkagyártót. Csinálod vele, mint a gyerekek a gyurnakért, jó? Őből a gyerekek a gajóstigát izének össze. Igen. Fogod, azt elvágod. Fogom, azt elvágom, és akkor itt a hurkecsek. Egyet. Csinálod tovább, hogy többet számom, hurka-gyurka gyerekek. Kész. Ó, abból már majdnem, hogy kettő kéne. Azt így vágom el a kész, így. Kész a hurka-gyurka gyerek. Fogod a hurka-gyurka gyereket, ráveszed oda. De még úgy mondjad már. Bocsánat. Rárakod oda. Megfizikálod. És lám a hurkagyurkából lesz kis gojszik. Lesz meg kis gojszik. És a dumbbell az hogy lesz? Megörgeted onnan oda a lélek. Ide legörgetem ezeket a golócskákat, ide legörgetem. A golócskákat oda legörgeted, csak nem szeragod. Csak egy kicsikét távolabb kell őket egymástól, de annyira, hogy... Mit tudom én, valamennyik egymásba kerüljenek. És akkor csak így. Egy, kettő, három. És kész a dumbbell. Egy, kettő, három. Kész a dumbbell. Szép dumbbellicsekek. Látjátok? Látjátok? Jaj, hát túl sok már az egó az észbe. Látjátok, hogy Zsolti bácsi, hogy kitanálta ezt? Ezért lesz a válasz, hogy Zsolti, Zsoli
gyerekeim, már lassan majd végzek, lassancskán végzek vele. Ha belegyek már a dumbbellbe, a fele dumbbell lesz. Nem baj? Jó, hogy az? Nem jó az? Hajnak, tök mindegy. A hajnak. Jövőre egyé, akkor a töfi rungolóból nyugai forgásznak. Mindegy. Jó, hát akkor meg majd nagy üzéket csinálok, akkor már szerintem a fele üzét megcsinálom, mert akkor már vennem kell nagyobb üzét is majd. Bánom, hogy nem lettem még nagyobbat, olyan 12-14-es körül. Ah, majd bolliról lehet. 20-asat. Az igen, 20-as pop-upot. Az igen, ha itt lebegtessek, ahol volt a jó Isten. Szerintem még... álmaidat. Szerintem még gyártó nincs, aki 20-as pop-upot csinált volna bolliról. Na, már egy ilyen golyót tenád. Belefér ez a halcájába. Hát egy bűd, azt rátenni úgy, az jóval. Nem tudom, milyen kilódok itt veleje. Csak így lecsipkedjük, így kivisszük a partra, és lecsipkedjünk, mindig beül egy picikét, rátesszük, horogodok kész. Hát. Nem, nem jó az úgy. Igen, az öregek a tészta. Igen. Teszek, ez jó az. Simál nyás gyúrt tészta. Igen. Én már fogtam vele nagyon sok keszeget. A csulibázból. Jaj, de szépek! A csulibázból már nem sok van. Utána majd ilyen panka. Panka gyurmázik már utána. A neve nincs. Még vannak, nem adtuk nevet, ja. Pine apple, apple pen. Van ez az átent. Igen? Láttattam. Pine apple pen. Angolul ugye apple pen. Banana. Banana, nem jó. Pankana. Mindig arra jut ki pankana, de annak is nem tudom, hogy le panda. Azért már rád gondoltam, még a vörös pandára gondoltam. Igaz, hogy nem vörös. Meglátja a macskánkat. Igaz, hogy nem vörös, hogy hal ide jó van. Mert a macskánk olyan, mint egy vörös panda. Vörös citánk a panda. De a őt Senyinak hívják, mi mindig, de mindegy. Zsolt hívja vörös pandának. Akkor izéli, akkor mindig énekeljenek, hogy panda. Panda, 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 panda. Szerintem a vég. Sándor. Ez a Sándor nevű szám. Sándor. Nem Sándor az. Azt szerintem onnan lett az panda. Ugye? Uh-huh. Ott lett egy mirinyó benne. Az majd elveszik közt egy ilyen mirinyóba. Abba is van. Szerintem mindegyikben van ilyen kis. Vannak ilyen kis maradék mirinyók, azt így összegyúrmálom, aztán ilyen picike mirinyó lesz. Hát, azt még azt nem mutattuk meg, hogy ezek hogyan lebegnek. Már így, nyers állagában is. Ja, hogy ez már így is lebeg, igen. Na, de majd mindjárt. Ahhoz, hozni kell be vizet. Van, ja, hogy abba látszik? Szerintem. Ha bár abban annyira nem. Fölétél akkor menni szerintem, vagy nem tudom. Ott is lehet. Ott úszik. Hogy dolgozik? Nem tudom, jól jól. Még egyszer beledobjuk, lent van, és akkor.
Fent van. De oldódnia kéne neki elvileg. Szép lassan. Mindjárt. Az igen, ez jobban lebeg, mint az előző út. Hát az nem lebegett egyáltalán. Az vaktárlan. A vaktárlan. Már jó van abban, nem minden más kerül. De ebből is van vaktárport. Majd, ha nem lesz pop-up, akkor majd vaktárt leszünk. Annyi. Nem pop-up lesz, hanem vaktár. Ennyi. Jó. De nagyon érizni az ananász valahol. Én nem tudom, mit van az ananász. Én azt érzem. Most a fogadmás leheleteket, Úristen. Igen. Tehették a mamám? Ja. Nincs ennyi szó. Hát remélem, hogy nem száradt a tészta. Hát az a kakott tojás. Úgy csinálja belőle egy nagy tombát. Nem tudom, mennyi lesz, vagy hogy lesz. Hát ide. Majd egy pillanat. Akkor most jön bántósíjj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 
Milyen az állaga? Jó az állaga? Egy csúszokázni, vagy szívvágó deszkáról ilyen. Most próbálod úgy, jó? Hogy abból az egyből, abban mi a törvöd? Én nem tudom. Az is jó dumbbellnek, azt hagyd úgy. Jaj, de szép csuki! Citromsárga! Jaj, igazi citromsárga! Ja. Meg olyan atomon a nyászillapból, olyan én azt hittem pedig, hogy majd nem, elég az azért, mert sok, elég mini az már sok lenne, hát 100 gram, ha kell egy mini, 80 gram, tehát bőven van benne aroma. Bőven van benne. Ami benne kell, hogy legyen, az benne van aroma a gyerekek, úgyhogy... Van még itt egy pár, úgyhogy lehet alkotni még aromákkal, úgyhogy már tervek már vannak a bőre nézve. A Zsolti bácsinak. Kitalálja itt az ízeket. Ízeket kotyvasztani. Ez a belakanás, ez nagyon
Ez nagyon a kedvencem lett. Már a krillt azt már nem is nagyon csípázom. Ez a krill. Melyik az a... Milyen az a boiling? Krill kagyló. Na majd akkor jó lesz. Krill kagyló boiling, hogy meg majd ezt fogjuk csinálni. Ezt tett meg a kagyló. Van kagyló azon szerintem. Talán zöld kagyló. Igen, nem zöld kagyló. Ja, itt van, megvan. Jó, de most elillata van. Minek a krillnek? Vagy minek? Mi a belakán? Ezt nem dobtam ki, a belakán dobtam ki. Valamelyiknek most elillata van. Hát ez a GLM, ez a zöldlajkú kagyló ez. Majdnem olyan, mint egy gyümölcs illata lenne neki. Olyan. Nem tudom. Hasonló, mint a krill, de gyenge nagyon. Milyen gyümölcs hasonlít? Ez valami édes valami. Édes gyümölcs, de mi almához vagy? Nem tudom. Nem jó, büdi? Büdi? Betain is fogyóban van, a betain, az itt nagy fokozó. Bevannak ezek a valhallás termékek, gyerekek, ez nagyon jó. Próbálják egy kicsit is. Hoppa, por, aroma. Meg rendes a savallás. Valhallás fiúk. A valhallás fiúk rendesek, ja. Szuda rendesek mondjuk voltak. Az az egy, aki ott volt. Ja, az az egy, az ott volt. Ja. Egy volt talpon a vidéken, akkor, amikor ott voltunk is. Úgy igen. Kereste a kollégát, amikor fizetni kellett. De az az egy is nagyon rendes volt. Hiába. Dumbbell lesz? Igen. Majd a másik felibű? Hát mi most tettem el. De cuki! Jó van, na azért majd a vége fele visszajövünk. Jó van, majd ezt majd kívül a ezt hogy csináltad? Csináld még egyszer. Hogy kell gyorsan? Olyan gyorsan csináltam, még a kamera se tudja felvenni. Nem tudta követni a kamerát, hogy csináld, csak még egyszer. Dumbbell, milyen gyorsan megcsinálja, figyeljétek a dumbbellt, hogy megcsinálja. Először is kell hozzá a kis golyszlikot. Hoppá. Kérem meg a golyszlik, ott van a golyszlik, lássátok. Most golyog. Mindjárt helyezgeted őket így. Hoppá. Ott vannak azok a kis golyszlik. És akkor fogod ezt szépen. És akkor csak így. Nem tudom, már egy fogta. Ott vannak a szép dumbbellek. Azokat elrontottam. Nem baj, de lettem erre a szép dumbbellt. Alakulott a menet, mert alakulott a menet. Rájöttünk a dumbbellre, és hogy kész. Az kész. Melyik a feletészt, az még van. Nem mértük le, hogy mennyi volt az. Na mindegy. De szerintem ugyanannyi lehetett az. 80 gram lehetett az szerintem, mint az előző széria. Úgyhogy ebből megint lesz ebből is itt, annyi. 18. Ez olyan, hogy ez kevesebbnek látszódni, nem? Mi? Ez a piros. Kevesebbnek látszódna. Aha, nem tudom. Na, csak lesz annyi. 12, hát mindegy, de amennyi lesz, hát most a... Elég ezt is legyurmázni, ezt a keveset. Ez is elég időigényes.
Na, csak lassan végzünk, na le. Manka is végez, na, a gyöngyek is az. Mi? Ugye? Na, tajzét is majd el kell már mosni. Körgető rólát. Aha, hát meg kitesszük, azt letek a léjük. Na, így, mint akkor után se lett, szerintem. Aztán valami miért elgondolja? Úgy összeizéni. Összelapajtod? Még azt is összelapajtod? Most azt a brutál zét, majd úgy lesz ki, micsoda? Brutál vagy kegyetlen, vagy mi lesz az? Brutálisan kegyetlen. Hát nem lesz az. Közösségbe lesz a csolbász. Az ananásztól. Az ananász. Ananásztól bár. Csolanász. 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 Csia, most még a vége lehet tényleg jó lesz. Most majd lesz benne a vizé. Tégelyekbe, akkor a kunkézzék bele egy ilyen ajándék. Ilyen ajándék, ilyen kegyetlenti, vagy csolibász, vagy mi csodál te? Hát ez ilyen lett. Megpedne egy az jó. Na, az nem rossz. Ilyen lett. Vett belőle 40 borsó. Várja, itt az ötödik majd összegyűjtöm. Na, úgyhogy a receptet azt majd innen ki tudjátok lesni. Ja. Többit azt majd rátok bízzuk. Hát gyerekek, ha én meg tudom csinálni. Rátok bízzuk. Akkor ti azért jártok. Van egy kis időtök, már kedvetek hozzá. Főleg hát ebből lesz egy ilyen 5 tégely, szerintem 5-5 tégely, 10 tégely, szerintem 10 ilyen 20 grammos tégely, szerintem kiadja úgyhogy. Kolbász, ananász, tessék úgyhogy. Csolibász. Csolibász, itt a csolibász, csolanász, csolibász, csolibász, csolanász. Csolanász. Sziasztok. Csolanász.